Kedves nézőink, a Nagycsaládosok Veszprém Egyesülete szombaton rendezte a hagyományos Neves Evez a csónakázó tavon elnevezésű programot, amelyen számos hajkai fiatal is részt vett. Kérem, nézzék meg erről szóló beszámolónkat. Miért pont Ajkán szervezte a Veszprémi Nagycsaládosok Egyesülete ezt a rendezvényt, és van ajkai kötődés? Minden évben Ajkán szervezzük, itt vannak nagyon jó adottságok, ez a gyönyörű tó, és hát vannak ajkai lakosok, akik az Egyesületünk tagjai évek óta, és az ő segítségükkel, és az ajkai természetbarátkör segítségével jövünk ide mindig. Hányadik alkalommal rendezték ezt az eseményt? Hát konkrétan ezt 8. alkalommal, de ezen kívül mindig itt vagyunk a tótakarításon tavasszal, és még jövünk egyszer a fagyikupára is, úgyhogy igazából évente 3-szor jövünk az ajkai tóra biztosan. Hány tagja van az Egyesületnek, és jelenleg hányan vannak itt? Hát nagyon sok tagja van, körülbelül 400 család, ez ugye évente változik. Most ugyanolyan sokan nem jöttek el, körülbelül 50-en vagyunk, mert gondolom az idő is, és gyereknapra esik, nagyon sok cégnél és iskolába ma gyereknapot tartanak, és így eloszlanak az emberek a rendezvények között. A mai versenyen milyen versenyszámokat bonyolítanak le? Minden évben megrendezzük a piciknek a kategóriáját, ami 10 éves kor alatt van. Aztán vannak az ifik, ezek a nagyobb gyerekek, családi kategóriánk van. Most idén ezt is szétszedtük, mert úgy gondoltuk, hogy nem igazságos, hogy egy családban 2 nagy gyerek és 2 szülő evez, meg 2-3 pici. Úgyhogy most ezt 2 szedtük, és időnként rendezünk extrém kategóriát, amibe minden belefér. Az evezés mellett mit terveznek ezen a napon? Hát a mai napra készültünk egy kis szendvicssel, zsíros kenyér, ami saját disznóvágásból, saját zsírral, és egy kis lekváros kenyér a gyerekeknek, ezen kívül pedig az eredményhirdetéshez természetesen sok csoki a gyereknap miatt. Kik segítenek a rendezvény lebonyolításában? Hát legfőképpen az ajkai természetbarátkör, ugye tőlük vannak a hajók, és hát vannak dolgozóink, akik mindig minden rendezvényen ott vannak, és ők is segítenek. Legközelebb hova várják a nagycsaládosokat? Milyen rendezvényt terveznek? Jövő héten 6-án Veszprémbe a motoros felvonuláson is részt veszünk, de nagyon nagy programunk és rendezvényünk az 13-án lesz a Nosztori Pihenőparkban, ahova legalább 100 családot várunk, és ott rendezzük a családi napot, amit megint minden évben meg szoktunk rendezni, illetve hát jövünk ide a fagyikupára vasárnap. Várnak új családokat is az Egyesületbe? Természetesen mindenkit szeretettel várunk. Igazából nagycsaládos egyesülete, hát 3 gyerektől várjuk a családokat, de 2 gyerekesek is lehetnek támogatói tagok. Ők is minden programunkon részt vehetnek, és nagyjából ugyanazok a jogok illetik őket. A mai nap egyik szervezője milyen kapcsolatban van a Veszprémi Nagycsaládosok Egyesületével? Az a helyzet, hogy a fiam és a menyem vezeti a Nagycsaládos Egyesületet, és mivel őnekik nincs hajóeszközük, így megkértek arra, hogy szervezek nekik versenyeket. Ismertetné az üveggyári ifi flotta fontosabb nyári eseményeit? Hát az a helyzet ezután, következő hónapban lesz egy horgászverseny, gyerekeknek 6-án rendezünk Lőrinteitón. Nyilván a VMK horgászszakkörével közösen egy gyerekeknek egy szép horgászverseny, és utána pedig vége az iskolának, jön a fagyikupa, ami szintén a VMK szervezésével van. Több iskolát nyilván meghívjuk, a veszprémieket is, hogy több csapattal 14-én, június 14-én lesz a fagyikupa. És nyilván majd jönnek a nyári táborok, vándortáborok, a nagycsaládosoknak lesz Mosonyi-Dunán egy hetes vándortáborok, és nekünk a záró, a Szeghalmon, a Körösparttól lesz egy hetes tábor, amire szívesen várunk, akik jelentkeznek a VMK-nál, vagy az én telefonszámon, ami megvan a VMK-nál.
Az Ajkai Borsos Miklós általános iskola csapatai is részt vesznek ezen a versenyen. Milyen további programokat terveznek erre az évre? Hát még az idén a tanévben folytatódik az evezés nálunk, most már negyedszer vagyunk itt kint a tavon, de június 14-én még jövünk egy fagyikupára a gyerekekkel, nagyon-nagyon népszerű gyerekek között, sőt, aminek örülök, hozzák a szülőket, tesókat is. Aztán még a tanévben szintén egy háromnapos kiránduláson veszünk részt. Ez az Erzsébet programos pályázat segítségével valósul meg, és hát ez is a természetjárásra épül. A Káli-medencét járjuk végig a gyerekekkel, a Káli-medencében Szentbékkálai kőtengert, Hegyesd, a Váromhoz megyünk fel, illetve Kékkút és környéke a terület, amit be fogunk járni. Aztán Zánkán lesz a szállásunk, ott folytatódnak a vizes programjaink, kipróbáljuk a sárkányhajózást, illetve a második napon Balatonfüredet vesszük egy kicsit közelebbről Gorcső alá, itt felmegyünk a Jókai kilátóhoz, megnézzük a Lóci barlangot, illetve két új, én azt gondolom, hogy nagyon látványos bemutatóhely helyet adtak át a közelmúltban. Az egyik a Vitorlázeum nevű, és akkor még mindig a vizes témáknál vagyunk, ami a balatoni hajózás, vitorlázás történetéről egy fantasztikus interaktív kiállítás. Ide szeretnénk elmenni a gyerekekkel. A másik pedig a Tagore sétányon a Bodorka látogatóközpont. Itt pedig elsősorban a Balaton élővilágával, főként a halakkal ismerkedünk, hiszen itt hatalmas akváriumokban az összes balatoni halfajt bemutatják. És hát persze, amit évközben mi itt a tájékozódásról tanultunk, ezt se hagyhatjuk ki, hiszen a Tagore sétányon a gyerekekre egy remélem, hogy izgalmas feladat vár, térkép segítségével az ottani hírességek szobrait kell úgy felfedezni, hogy magukat a hírességeket ők előre nem tudják, csak információkat róluk, illetve a térképen bejelölt helyüket, és ez alapján kell majd a feladattal megbirkózniuk. Tehát ez lesz még a tanév vége előtt, és hát egy hét szünet a tanévzáró után, és már is indulunk egy ötnapos táborozásra, szintén Erzsébet programos akció keretében. A táborhelyünk Zánka, és hát ezt most már harmadik éve csináljuk, és fantasztikus programokkal, fürdéssel, reméljük, hogy fürdéssel, jó idővel várja a gyerekeket az üdülőtábor. És hát aztán folytatódik még nyáron egynapos túrákkal is a mi esemény naptárunk. Tavaly nagyon nagy siker volt, és bízunk benne, hogy az idén is lesz rá lehetőség Ősi Attilának, ugye a lendületkutatócsoport dinoszaurusz kutatójának az ásatását lehetett megnézni. Ezt tervezzük, illetve augusztusban pedig egy egészen, én azt mondom, hogy szenzációs lehetősége lesz a gyerekeknek. Minden éven igyekszünk egy kicsit a profibbaknak, az edzettebbeknek, a kipróbáltabbaknak szóló programmal is szolgálni a gyerekeknek. Tavaly egy ötnapos vándortúrát szerveztünk a Közép-Dunántúli Piros túrára, az idén pedig 200 éves évfordulója van Romer Flóris születésének, tehát egy emlékév van, és a Magyar Természettudományi Múzeum ennek a tiszteletére több programot is szervez az idén és a következő tanévbe. Az egyik program, hogy egynapos túrákkal a Bakonyban végigjárják a Romer Flóris emlékutat. Ennek a teljes hossza 75 kilométer, és mi azt vettük a fejünkbe, hogy mi akkor megpróbáljuk ezt nyáron megcsinálni egy négynapos túra keretébe, egybe a gyerekekkel. Úgyhogy ez lesz az egyik programelem. Természetesen ide is igyekszem becsempészni olyan kipróbálható lehetőségeket is, ahol, amivel máshol nem találkozunk. Itt talán, amit érdemes kiemelni, az a Via Ferrata út, ez egyfajta ilyen sziklamászás, hegymászás, de kezdő szinten. Ezt próbáljuk meg a gyerekekkel, és hát aztán hamarosan augusztus után ugye itt a tanév is, augusztus 20-a környékére még egy meglepetés túrával készülünk, de ezt még nem nagyon szeretném mondani, mert nem biztos a programja, illetve aztán augusztus legvége, illetve szeptember legeleje a hagyományos Ajkáról induló zöld túra. Hát én azt gondolom, hogy bőven tudunk kínálni a gyerekeknek lehetőséget, és bízom benne, hogy az eddigiekhez hasonlóan sokan választják azt, hogy kimozdulnak otthonról egy kicsit a szünetbe. Hány kisgyerek vesz részt ezeken a programokon? Hát ugye épp most az év végére készülve én is készítem a statisztikákat, és hát ebbe az évben több mint 500 programot kínáltunk a bejárható Magyarország programunk keretében a gyerekeknek, és ebből 36 különféle túra, ebben van vízi, gyalogos, és hát reményeim szerint jövőre már lesz kerékpáros is. Tehát igazándiból nagyon sok a program lehetőségünk. Az, hogy mennyien vesznek részt, ezt azért nehéz megválaszolni, mert vannak olyan meghívásos erdő is
ismereti versenyek, ahol 3-4-en vannak, de vannak olyan túrák, ahol 33-34-en. Azt én kiszámoltam, hogy az átlag túra létszámunk az 21,3 fő a tanévben, tehát még egyszer mondom, ebben bent van az a túra is, ahol 4-en vannak, mert meghívásos vagy versenyjellegű, de bent vannak a nagy létszámú túráink is.